Elindul a Mikulás, először a Balatonfüred öltözőjébe, a vendégöltözőbe nézünk be. Milyen a hangulat? Hornyák úr, kérem szépen üljön a Mikuláshoz, és fogadja sok szeretettel ezt az ajándékot a Mikulástól. A másik ajándékot pedig átadnánk József Szandrik úrnak, Virgács helyett, Jóska gyereki, légy szíves. Azt hallotta Mikulás, hogy Virgácsot érdemelné, de én azt gondolom, hogy Virgács helyett egy kicsi ördögöt kapsz, és hogy a pályán kicsit gyorsabban mozogjál, ezt tédd meg, jó? A Mikulás üzeni ezt neked, jó? Jó játékot kívánok nektek, ügyesek legyetek, győzzetek! Megérkeztünk az E-csapat öltözébe, Mikulás ide is benéz, milyen hangulat? Jó napot, Budapest urak! Megjött a Mikulás, Váci gyorsan. Megkérdezném az edzőről, ki az a játékos, aki egy kis ajándékot érdemel a Mikulástól? Hát, kis csokoládé, kis szénhidrát, még gyorsabban pörögjön. A Mikulásnak a információ szerint kapusnak kéne lenni. Fiatal, tehetséges, Görögországba is járt nem olyan régen. Székely Márton urat kérném szépen a Mikulás. Szeretné, hogyha egy kis ajándékcsomagot elfogadna tőle, és további sok sikert kívánna a pályafutásához. És ez a Mikulás Virgács helyett egy kis gyorsítót hozott az Ördögtől, és van egy olyan játékos, aki még a Mikulással is együtt játszott a Duna partján nagyon-nagyon régen, és szeretném, ha ez a játékos egy picivel gyorsabb lenne ettől az ördögös italtól. Gyere le, jó! Virgács helyett sok sikert! Hú, hát nagyon szépen köszönöm! Jó játékot kívánok nektek! Sérülésmentesset és egy jó mérkőzést! Jó? Szerbusztok! Minden jót! Hello.